Sziasztok, én Markó Rebek vagyok, és ezzel a videóval elérkeztünk a harmadik Hello-week-es videóhoz. Szeretném azzal kezdeni, hogy tudom, hogy tegnap nem volt videó, nem így terveztem, viszont ahogy a tegnap előtti videóban mondtam, voltunk klipet forgatni. Ha láttátok a sztoriaimat, akkor tudjátok, hogy Hercegnek fog kijönni egy új száma. Erről kicsit később majd szerintem mesélek nektek, meg mutatok pár részletet, viszont annyit elmondok, hogy nagyon király volt. Bencevel mind a ketten benne leszünk a klipben, nagyon jól is éreztük magunkat, viszont baromi sokáig elhúzódott. És 11-re értünk haza, azt hiszem, akkor már nem tudtam elkezdeni videót felvenni, iszonyatosan fáradt voltam, és a délelőtt folyamán meg más dolgaim voltak, sajnos, és mire odaértem volna, hogy fel tudjak venni egy videót, addigra késő lett volna, úgyhogy mindegy, értitek a lényeget, be lesz pótolva, ez viszont fontos. De most, hogy itt vagyunk ennél a videónál, az egyik kedvencemhez érkeztünk el szerintem, ugyanis nem akarom túl sokáig húzni, a mai videóban egy Pennywise sminket, arcfestést fogunk elkészíteni. Hogyha követtek, elég régóta, talán 3 évet csináltam egy ilyen sminket. Itt láthatjátok, hogy akkor hogy nézett ki. Nem fogok túl sok mindent egyébként változtatni rajta, sőt, egyébként szerintem alig fogok változtatni rajta, viszont megmutatom nektek, hogy hogy készült akkor is el, és most hogy fog elkészülni. Ugyanis akkor még nem volt csatornám, úgyhogy senki nem látta, hogy hogy készül, egyedül a tükör előtt ültem. Most viszont itt vagytok nekem ti, és megmutathatom nektek, de szerintem nem is húzom tovább a szót, gyertek közelebb, és kezdjük is el. A hajamat később rendezni fogom, viszont amíg csináljuk magát a sminket, arcfestést, addig így fog maradni. Első lépés, a legfontosabb. Erre emlékszem egyébként, hogy amikor otthon csináltam, akkor először elmaradt, annyira gyorsan hozzá szerettem volna kezdeni. Szemöldököm leragasztózása lesz, amihez legelőször alkohollal a szemöldökömet, illetve a környékét le fogom törölni. Az lenne a lényeg, hogy minél tökéletesebben leragadjon a szemöldökünk, tehát minél laposabban. Most megvárjuk, hogy teljesen elpárologjon minden alkohol, és habár félek tőle, ki fogjuk próbálni az új ragasztót, de a biztonság kedvéért itt van nálam egy hús ragasztó is. Ez nem direkt volt, esküszöm. Hát ezt nem fogjuk használni, ez az hús ragasztó, ez meghalt. Minél jobban felfele próbálom kenni, annál biztosabb, hogy lapos lesz. Beautiful. És miközben egyébként szárad ez a kis ragasztó, kenegetem az újabb rétegeket, ugyanis szeretnénk, hogyha nagyon-nagyon sokáig ott maradna, és próbálom minél jobban belenyomogatni itt a bőrömbe. Nagyjából megszáradt mindenhol a ragasztó, úgyhogy a következő lépés az lesz, hogy egy vizes vattával elkezdem letörölgetni azokat a részeket, ahol túl sok a ragasztó, vagy nincs szemöldököm, tehát nincs rá szükség. Mehetünk tovább a következő lépésre, viszont megmutatom nektek, ezt a ragasztót használtam, és nagyon jó. Eddig talán egyébként ez volt a legjobb ragasztó, amivel szemöldököt próbáltam ragasztani, úgyhogy ha kerestek, akkor ezt próbáljátok ki. Most pedig bele is kezdhetünk az izgi részbe, ami nem lesz más, mint hogy el kell takarni a szemöldökömet, amire első lépésben egy kevés korrektort fogok tenni, e.l.f. Camo Concealert. Egész jó. A szemöldökömre jöhet egy kis fixáló por. Ma, hogyha fixálásról lesz szó, akkor mindig a Crayolan-nak a fixáló porát fogom használni. Jól belenyomogatom, a maradékot pedig lesöpröm. És ezután jöhet a fehér rész, ez a kedvencem. Egész egyszerűen a Beauty Blenderre felveszek egy csomó fehéret, és elkezdem felvinni az arcomra. Nem fontos egyébként, hogy mindenhol 100%-osan fehér legyek. Ami nagyon fontos, hogy a szemöldököm környéke inkább, illetve az orrom és a szám
legyen nagyon fehér, a többi az úgyis ilyen koszos hatású lesz, úgyhogy az csak így nagyjából. Most egyébként csak az arcommal fogunk foglalkozni, viszont a későbbiekben az egész nyakam, illetve dekoltázsom is hát sminkes lesz, mondjuk így. A kamerámnak jelenleg nehézséget okoz ráfókuszálni az arcomra, de reméljük, hogy meg tudja oldani. Most pedig egy hatalmas adag fixáló púder fog következni. Lentről szépen elindulok felfelé, és mindent nagyon komolyan le fogok fixálni. Ha úgy érzem, hogy valahol szükség van még fehérre, ahogy látjátok, azt most pótlom. Na, és ahogy látjátok, végül úgy döntöttem, hogy az egész arcomon átmegyek még egy réteggel, ami közel se volt egyébként olyan vastag, mint az első, de a púder miatt sokkal jobban látszik. És ezt is fixálom. Először a szemöldökömmel fogunk kezdeni, amit egy ceruzával kezdek el megrajzolni. Be kell lőni egy nagyon jó magasságot neki, ami valószínű, hogy itt lesz, ahol az eredeti szemöldököm teteje van, ott lesz az új szemöldököm alja. Itt kell lennie a közepének. Valahogy így. És az eleje egész idáig le fog jönni, hogy mérges legyen. Vagyis idáig biztosan. A tetejének meg bőven fel kell mennie. Mondjuk így idáig. Valahogy így. Váltok inkább mégis aqua color-re, ugyanis az ecsetet valamiért még mindig sokkal biztonságosabban kezelem. Közben megérkezett Bence is. Elsészem, hogy kész van a szemöldököm. Itt van egy része, ami nem tetszik. De azt majd később kijavítom. Most nincs kedvem már azzal babrálni. Ezután szerintem jöjjön az, hogy megcsináljuk a szemsminket, amihez szükségem lesz rengeteg szürkére, feketére és egy nagyon kicsi pirosra. Az egyik paletta, amit fogok használni hozzá, ez a Jeffree Star Cremated. A másik pedig valószínűleg James Charles lesz, és ebből azt a pirosat és azt a bordót fogom használni. Először ugyanazzal az aqua color-rel, amivel a szemöldökömet is csináltam, fogok csinálni egy alap fekete színt. Majd ezután előveszek egy satírozó ecsetet, és a Cremated palettából ezt a szürkét fogom felvenni, és elkezdem a fekete körül felütögetni a színt. Egy kicsit nagyobb ecsetre és világosabb szürkére váltok. Az az igazság, hogy ebben a palettában akár milyen szürkébe nyúlok bele, mindig azt hiszem, hogy
világosabb, mint amilyen. És aztán mindig nagyon nagy meglepetésért. Felvettem a bordót, és ezt a belső szemzomba, vagy inkább a belső egyharmadba kezdem el felütögetni. Kezd alakulni egyébként. Szerintem csináljuk meg gyorsan ezt a részt, árnyékolásilag. Olyan nehezen fókuszál a kamera az arcomra. Nem nagyon érti, hogy hol vagyok. Nekem ilyen zoknim van. Nino, Nino! Egy picit vékonyítunk is az orromon, mert attól, hogy Pennywise leszek, attól lehet szép orrom. És itt pedig fel fogjuk hozni. Amire oda szeretnék figyelni, hogy ne legyen túl tökéletes, ugyanis itt nem baj, hogyha egy kicsit el van kenődve, egy kicsit olyan csapzott. Úgyhogy szerintem jelenleg így is hagyom a szememet. És elkezdjük megcsinálni a többi árnyékolást, ugyanis hogyha a piros részen meg lennénk, akkor sokkal könnyebb lenne a többit megcsinálni. Elővettem egy ilyen kis tömör púderecsetet, és ezzel fogom felvenni az egész felületére a bordót, és elkezdem a hajvonalamat beütögetni vele. Ezután, hogy ez a rész megvolt, amit jelenleg így hagyok, aztán majd meglátjuk, hogy szeretnék-e hozzányúlni vagy sem, egy nagyon picit kontúrozni fogom az arcom. Az biztos, hogy itt az állkapcsomnál egy kicsit szív alakúbb arcot csinálok magamnak. Valahogy így. És egy nagyon kicsit, csak egészen kívül, ugyanezzel a vörössel bordóval kontúrozok. És most, hogy ez is megvan, következő lépésben szerintem megcsináljuk a száj részt, és utána majd meglátjuk, hogy mit kell még rajta alakítani, de szerintem már csak a száj, meg az orr van az arcomon, utána jöhet még a dekoltás rész. Fun fact, ezután egyébként két napig szerintem piros lesz az egész arcom. Ez lesz a legizgibb része szerintem az egésznek, amikor elővettem egy nagyon
duci kerek ecsetet, és ezzel kezdem el a rúst igazából mindenhova. Ettől lesz szerintem igazán olyan élettel teli. És most jött az a rész, amikor egy nagyon-nagyon picit feketével ki fogom egészíteni az egész sminket igazából részenként. Egy kevés vöröset szeretnék még tenni az orromra, mert nem érzem elég sötétnek. Ezután pedig beszeretném árnyékolni a számot. És amit nektek nem mondtam, hogy attól, mert ez egy Pennywise smink, ez egy sexy Pennywise smink, úgyhogy a belső szemzugomba fel fogok tenni egy kis highlightot. Kell egy kevéske az orromra. Hátra. Jöhet egy kis szempillaspirál. Felrakom gyors a pillát, leveszem ezt a felsőt, átváltok valami pán nélkülibe, és olyan fura magamra nézni, befejezhetjük utána a mellkasommal. És jöhet az utolsó, körülbelül utolsó lépés, amúgy van rajtam felső, nyugi. Valamennyire szeretném, hogyha a mellkasom is fehér lenne, ehhez Artis Brush Koppincsot fogok használni, ugyanis ezzel villámgyorsan meg lehet csinálni. Emlékszem rá, hogy valamennyire itt is használtam egy kis bordót, viszont itt sokkal kevésbé tematikusan, mint a fejemen. És utolsó lépésben fel kellene raknom pár helyre ilyen kis bordó foltokat. Mit szóltok hozzá, hogyha azt mondom, hogy megcsinálom a hajam, és kész vagyunk. És ezzel az utolsó lépéssel, a hajjal, mindennel együtt azt hiszem, hogy elkészült 2017-es Pennywise sminkem újraalkotása. Nem tudom, hogy jobb lett, rosszabb lett, vagy csak simán más, de nekem nagyon tetszik, akkor is imádtam elkészíteni, és az biztos, hogy én most is nagyon jól szórakoztam. Remélem, hogy nektek is tetszett, Instán meg fogjátok találni természetesen a képeket. És tudom, hogy tavaly is csak ebben az időszakban posztoltam arcfestéseket, viszont hogyha vannak jó ötleteitek, amik tényleg nehezek és kihívások, akkor azokat küldjétek el nekem Instán privát üzenetben, és lehet, hogy évközben is fogunk ilyeneket csinálni, mert baromira izgalmas, és nagyon-nagyon szeretem a végeredményeket. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!